Sziasztok, Csebe vagyok, és igazából furcsa járművekről szerettem volna nektek videót csinálni, viszont amikor elkezdtem furcsa járművek után kutakodni, rájöttem, hogy engem jobban érdekelnek a furcsa repülőjárművek, úgyhogy ez a videó most furcsa repülőjárművekről fog szólni. Viszont mielőtt ebbe még belekezdenénk, jöjjön a repülés történetének lehető legrövidebb összefoglalója. A repülés már az ókori görögöknél is jelen volt. Daidalosz és Ikarusz legendája arról szól, hogy a két férfi szárnyakat csinált, repültek, majd Ikarusz túlkhoz elment a naphoz, lezuhant és meghalt. Szép volt Ikarusz. Aztán időszámításunk előtt 400-tól Kínában már sárkányokat reptettek. Mármint papír sárkányokat. Ezeken azonban még nem voltak emberek. Az első nagyobb áttörés a mongol fir fivérek 1783-as találmánya volt, a hőlégbalon. Hőlégbalonjuk első utasai egy lyuk, egy kakas és egy kacsa voltak. Végül is miért ne reptessünk madarakat? Majd ugyanabban az évben az első emberek is felszálltak. Ezután mindenki elkezdett vitorlázó gépeket építeni, és azzal vitorláztak össze-vissza. George Cayley viszont rájött, hogy valamiféle energiára is lenne szükség ahhoz, hogy tovább levegőben tudjunk maradni. Az 1890-es években Otto Lilienthal 2500-nál is több vitorlázást hajtott végre, és az ő szerkezetei tudtak először hosszabb ideig repülni. Egyik repülése közben azonban meghalt. Szép volt Otto. Orville és Wilbur Wright neve elég ismert, ugyanis ők építették meg az első motoros repülőgépet. Több próba után 1905-ben 39 percig repült a Flyer 3 nevű repülőgépük, és 40 kilométert tett meg. Így az ember megtanult repülni, az események pedig felpörögtek. Mára már a legnagyobb használt utasszállító 80 méteres szárnyfesztávolsággal rendelkezik, és 853 utast is képes szállítani. A leggyorsabb repülőgép által elért sebesség pedig 3500 km per óra. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként majdnem egy kilométert megtesz. Ja, és közben még a Holdra is eljutottunk. Mondjuk egyesek szerint nem, de ez itt nem az összeesküvés elméletek helye. Ops, bocsi, csak picit unalmas volt ez az összefoglaló, szóval most következzenek olyan járművek, amelyek újak, repülnek, érdekesek és királyak. Yeah. Az első ilyen eszköz az emberi hajtású helikopter. Úgy kell elképzelni, mint egy biciklit, beleülsz, tekersz kézzel, lábbal, csak nem előre mész, hanem fölfele mész. Oké, azért csodára nem kell gondolni, ez egy kosárpálya méretű szerkezet, aminek van 4 darab hatalmas rotorja, egy ember pedig középen nagyon-nagyon tekeri ezt a szerkezetet, és így 50 másodpercig tudtak vele 1-2 méter magasan lebegni, szóval azért nem ezzel fogunk átkelni az óceánon. Viszont én nagyon jó érzésként tudom azt elképzelni, hogy beleülsz egy ilyenbe, elkezded tekerni, és egyszer csak fölemelkedsz és repülsz. De ez inkább csak egy érdekes kísérlet, mint egy valódi jármű. A jetpack egy olyan dolog, amit szerintem már mindenki elképzelt magában, hogy fölkapja a hátizsákját és egyből felszáll, és aztán meg máshol leszáll, viszont valószínű nem sokan tudjátok, hogy létezik már jetpack. Pontosabban mindenféle próbálkozások eddig is voltak, volt aki paplanernyővel szállt föl, volt aki kiugrott egy repülőgépből és aztán a hátán lévő szárnyal repült össze-vissza, illetve voltak hatalmas szerkezetek, amiket hátra lehetett venni és azokkal repülni, viszont most úgy néz ki, hogy feltaláltuk egy olyan jetpacket, ami pontosan úgy néz ki, mint ahogy elképzeltünk egy jetpacket, legalábbis ahogy én elképzeltem egy jetpacket, és remélem, hogy ti is így képzeltétek el. 2015-ben jelent meg egy videó, amin egy férfi, pontosabban a GB9 feltalálója, a GB9-nal repül a New York-i szabadságszobor környékén. Igen, kitaláltátok, GB9-nak hívják a jetpacket. És működik! Legalábbis nagyon úgy néz ki. A jetpack egyébként kerozinnal működik, 40 liter üzemanyagot lehet belé tankolni, amivel a pilóta, súlyától függően, nagyjából 10 percig tud repülni, tehát nem is ezzel fogjuk átszelni az óceánt. Viszont elég király. Egyébként meg komolyan, ki szerint volt jó ötlet egy jetpacket Justin Bieberről elnevezni? Sorry. A terméket még nem lehet kapni, viszont a fejlesztők már dolgoznak a GB10-en. Ennek a videónak a felvételétől számítva nincs egy hete, hogy a német fejlesztésű velokopter felszállt először emberrel a fedélzetén. A jármű gyakorlatilag egy kétszemélyes helikopter 18 darab rotorral, és annyit kell róla tudni, hogy tud repülni. Számomra egyébként úgy néz ki, mintha egy icipici játékrom felnagyított mása lenne. A cég célja, hogy ezeket akár valamikor majd légitaxiként is lehessen használni. Majd meglátjuk, hogy 10 év múlva hány ilyen fog repkedni az égen, minden esetre én nagyon szívesen közlekednék ezzel, mondjuk is iskolába, vagy munkahelyre, vagy bárhova, ugyanis így én lennék a menőcsávó, és a többiek a gajis sportautóikkal elkotródhatnának a fenébe, mert nekem lenne egy velokopterem.
Szóval jó hír, hogy a cég azt is kitűzte célnak, hogy 2 éven belül eladják az első darabokat. Tehát most még nem vehetem meg, viszont vehetnék velokopteres pólókat, és kulcstartókat, és telefontokokat, és babaruhákat, az már majdnem olyan, mintha megvettem volna a velokoptert, hogyha van nekem egy velokopteres babaruhám, nem? A légdeszkák mostanában elég gyakran szóba jönnek, például tavaly a Lexus is csinált egy elektromágnesességgel működő légdeszkát, és igazából az összes ilyen légdeszka fejlesztés elektromágnesességgel működik. Viszont itt az igazi légdeszka, ami Katalin Alexandru Duru fejlesztése. A szerkezet úgy néz ki, hogy van 8 darab rotor a lábad alatt, és van 2 darab snowboard kötés, amivel pedig hozzárögzíted a tested ehhez a szerkezethez. Van hozzá rengeteg aksi is, viszont ezzel a rengeteg aksival is csak 1,5 percet tud repülni, és ez a nagy baja. De a feltaláló így is megdöntötte a Guinness rekordot, ugyanis majdnem 300 métert repült szerkentyűjével is, és ezzel övé a világ leghosszabb légdeszkás repülése. Na, és ti kipróbálnátok? Azért elég veszélyesnek tűnik. Most jöjjön valami, ami nem annyira futurisztikus, ez a wingsuit, ami viszonylag elterjedt Magyarországon, például már versenyt is rendeznek belőle. A wingsuit gyakorlatilag egy szárnyas ruha vagy denevérruha, ugyanis a lábaid és a kezeid közt ki van feszítve ilyen anyag, és ezzel tudsz repülni. Egyesek helikopterekből ugrálnak ki, mások pedig hegyekről ugrálnak le. Na az nagyon durva lehet, sziklák fölött, vizek fölött, erdők fölött suhannak 200 km/h. Nem biztos, hogy megmerném tenni. Sőt, biztos, hogy nem merném megtenni. Egyébként ezek a repülő emberek egy tőernyővel randolnak, illetve volt egy olasz férfi, aki leszállt a vízre. Úgyhogy az konkrétan leugrott egy hegytetőről és lerepült a vízbe. Még hogy az emberek nem tudnak repülni. Mint mondtam, ez a dolog annyira nem futurisztikus, bárki megveheti, csak $1700. Sokan azt hiszik, hogy héliumos lufikkal nem lehet repülni. Nos, de lehet. Pontosabban meteorológiai ballonokkal szállt fel ez a férfi egy ilyen ülőkében vagy ágyban, hogy aztán egy shotgunnal szétlője a lufikat és leereszkedjen a földre vissza. Na de azért mégis lufikkal repülni elég király lehet, nem? De igen, és ehhez el szeretnék mesélni egy aranyos kiskori történetet rólam. Természetesen nem én emlékszem rá, hanem anyukám mesélte. A helyzet az volt, hogy nagyon szerettem a héliumos lufikat, és volt nekünk régen egy ilyen nagy tálcánk, amiben akkor még nagyjából belefértem. Úgyhogy ezt a tálcát mindenhogy feldíszítettem, és csináltam belőle egy léghajót. Aztán vettünk héliumos lufikat, és ráraktuk a tálcára, és tök jól szórakoztam, és minden. Aztán beszálltam a tálcába, és aztán elképesztő csalódott lettem, mert azt hittem, hogy a tálca fel fog szállni. És nem szállt föl. És sírtam. Sztori vége! Most jöjjön újra valami király jövőbeli cucc, az iHang 184, amit 2016-ban mutattak be, és ez is gyakorlatilag egy ilyen egyszemélyes, magán, helikopter, repülőgép, drón. Az elképzelés az, hogy becsücsensz ebbe a szerkezetbe, és ott van egy tablet, a tableten pedig a térképen kijelölöd, hogy hova akarsz menni, egyszerűen ráböksz, indítás, és a drón vagy helikopter elrepít oda. Ez azért elég királyú hangzik, viszont egy csomó kérdést felvet. Például mi történik, ha valami történik? Mármint, hogy éppen ott jön egy másik repülő, és az nem tudja kikerülni, vagy elromlik az egyik motor, és lezuhan, szóval azért vannak veszélyei, főleg, hogy egy robotpilóta vezet. Mi van, ha fellázad ellened? Egyébként ez a szerkezet elvileg már teljesen kész van, viszont videót nem találtam róla, ahol egy ember is ülne benne, és úgy repülne, csak animációkat láttam főleg. De a cég még azt is megígérte, hogy 2016-ban forgalomba hozzák, tehát 2016-ban meg lehet vásárolni, igaz, 200-300 ezer dolláros áron. Na, erre azért kíváncsi leszek. A végére következzen egy hungarikum, a Flyke. A Flyke-ot leginkább egy motorkerékpárhoz tudnám hasonlítani, illetve a készítői is egy motorkerékpárhoz hasonlítják. 3 rotorja van, rá lehet ülni úgy, mint egy motorra, és lehet vele repkedni össze-vissza. A koncepció, a terv, illetve az animációk nagyon jól néznek ki, a kész termék annyira nem néz ki jól, de még fejlesztik, viszont legalább ők kipróbálták, és van arról videó, ahogy valaki ráül és repül vele. Én várom a fejleményeket. Ti várjátok a fejleményeket? Remélem, hogy várjátok a fejleményeket. Most, hogy ennyi király repülő dolgot megmutattam, muszáj nekem is csinálnom valami király repülő dolgot, úgyhogy gyere kamera, csinálunk valami király repülő dolgot, oké? Egy szerkezet, amelynek fejlesztése több száz másodpercet vett igénybe. Egy szerkezet,
amelyről még álmodni sem mertünk. Egy szerkezet, amilyet még nem látott a világ. Egy szerkezet, ami most felszáll. Akkor most. Mindjárt felszáll. Tényleg mindjárt felszáll. És igen, felszállt! Ennyi is lett volna a videó, remélem kedvet kaptatok egy kis repüléshez és repülő dolgok feltalálásához, és hogyha érdekelnek hasonló témák, mondjuk drónok, vagy nem repülő furcsa járművek, akkor azt jelezzétek egy lájkkal, vagy írjátok meg kommentben. Sziasztok!